Arany Krisztinának hívnak, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában dolgozom, a Magánlevéltárak és Gyűjtemények osztályát vezetem. Emellett én vezetem a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Hungarika munkacsoportját is, így aztán tulajdonképpen nem meglepő, hogy most itt vagyok Bécsben, és Hungarika feltárást végzek éppen az osztrák levéltárakban. Mégis ennek a feltárásnak az apropóját egy könyv adja, egy könyv, amely tavaly jelent meg, a Lendület Családtörténeti Kutatóközpont és a Magyar Nemzeti Levéltár Károlyi Kutatócsoportja közös gondozásában. Én is a szerkesztők között voltam, és tulajdonképpen reményeink szerint idővel lesz belőle egy idegen nyelvű kiadvány is, többek között ezen dolgozom most. A kötet címe a 18. századi arisztokrácia mindennapjai, itt látható. Terész Kozen és Anton Hüber naplói 1757 és 1759 között. Nagyon izgalmas forrás kiadvány ez, én nagyon örültem neki, hogy részt vehettem a szerkesztésében, hiszen a két szerző nagyon eltérő, egy dolog mégis összeköti őket, ugyanannak a háztartásnak a tagjai voltak ebben az időszakban, mind a ketten, ez pedig a Károlyi Antal és Haruken József a házasságát követő Károlyi grófi háztartás volt, és ezt látták, és ezt írták le ennek a mindennapjait, az élettereit, a rituláléit, a városi és vidéki hétköznapjait jelenítik meg a kötetben. Ez egy nagyon ritka lehetőség egyébként, hogy ugyanarra a családra vonatkozóan és ugyanazokra az eseményekre vonatkozóan több narratív forrás is található. Ez is indokolt ennek a kötetnek a megjelentetését annak idején. A két szerző egyébként nagyon eltérő, az egyik nő, Terész Korzán, a másik férfi, Hüber Antal. Terész Korzán, ő egy katalán nemesi származású elszegényedett családnak a sarja, Bécsben nevelkedik, németnek tekinti magát, Hüber Antal egy budai serfőző fia, és egyébként szerzetes, és csak a nyarakat tölti a gyulai várkastélyban a Harukernek vendég szeretetét élvezve, akiknél azonban egy nagyon összetett feladatkört lát el, ami az udvari bolond szerepkörétől kezdve a színházi darabszerzőn át, a színházigazgatói szerepkörön át, a rendezvényszervező szerepkörön át, a házi kápláni feladatok ellátásáig nagyon sok mindent foglalt magában. Tekintettel arra, hogy én Terész Korzán naplójával foglalkoztam, amelynek az eredeti jelenleg az Országos Széchenyi Könyvtárnak a kézirattárában található, ezért én ezzel kapcsolatos kutatásokat végzek most Bécsben. Terész Korzán naplója olasz nyelvű, úgyhogy eleinte azt hittem, hogy itáliai származású hölgyről van szó. Az otthonról elérhető bécsi források alapján derült ki tulajdonképpen, hogy a hölgy katalán származású és a spanyol menekültekkel érkezett a családja 1714 körül Bécsbe. Nagyon szegények voltak, és ezért kénytelen volt szolgálatot vállalni, annak ellenére, hogy arisztokrata származása volt. Hivatalosan a nagyon fiatal Haruken Józsefa mellett, ugye Haruken Józsefa a házasságakor 16 éves volt, ő mellette vállalt zongora tanárnői szolgálatot. Valójában tekintettel arra, hogy mint a forrásból és a levéltári forrásokból is kiderült, nagyon nagy volt köztük a korkülönbség, inkább egyfajta tanácsadói, duennai szerepkör töltött be az ifjú grófné mellett, és a naplójának a dedikációja szerint tulajdonképpen a közös utazásaikat örökítette meg. Az utazásoknak azonban célpontjai is vannak, és ennek a naplónak az esetében ilyen célpontok voltak Pest, Pécs és Prága is, úgyhogy nagyon izgalmas várostörténeti adatokat tartalmaz Terész Korzán naplója. Jelenleg én kifejezetten a pesti város topográfiai vonatkozásokkal kapcsolatban kutatok. Szeretném a korabeli pesti társasága megjelenő egyéb személyekre vonatkozó iratokat is feltárni itt Bécsben, ugyanis ez egy 1758-as fantasztikus pillanatkép a pesti társaságról, ami nem nagyon gyakori a tekintettel a forrásadottságokra. Emellett igyekszem a Korzán családra vonatkozó adatokat is tovább bővíteni, annak reményében, hogy a következő publikációkban ezeket szerepeltetni tudom, illetve már most dolgozom egy tanulmányon, amelynek az előadása május 20-án Gyulán hangzott el, ez kifejezetten Pest város topográfiai vonatkozásait elemzi a napló alapján. Ez a kutatásomnak az egyik pillére. A másik cél, szintén a könyvhöz köthető, amikor tavaly október elején bemutattuk Gyulán ezt a kötetet, akkor a helyi kutatók
azzal a kéréssel fordultak hozzánk, hogy próbáljuk lehetővé tenni számukra, hogy a Harukán család levéltára, amelyet az országos levéltárban mi őrzünk, digitálisan kutathatóvá váljon. És akkor ezen mi elgondolkoztunk a szerzőtársaimmal, akik szintén a Nemzeti Levéltárban dolgoznak nagyrészt. Elgondolkoztunk a könyvbemutató után, és tulajdonképpen megvalósíthatónak tűnt, de akkor jött az ötlet, hogy bővítsük is ki ezt a tervet, és akkor publikáljuk ki az országos levéltárban őrzött Harukán levéltárat, és emellett végezzünk Bécsben levéltári feltárásokat a Harukán családra vonatkozóan, annak érdekében, hogy egy komplexebb, szélesebb körű tájékoztatást tudjunk adni ezeknek a kutatóknak, a nálunk lévő iratanyagot másolatban kutathatóvá tegyük számukra, illetve emellé a Bécsben lévő iratanyagokról pontos jelzetekkel Hungarika kataszter bejegyzéseket építsünk, ennek pedig az lesz a célja, hogy minél tervezhetőbb és hatékonyabbá tegyük a jövőbeli Hungarika kutatásokat. Az eredeti levéltár rianyag publikációja egyébként május 20-ával megtörtént, ezt be is mutattuk Gyulán, és most tulajdonképpen a Hungarika feltárás részét végzem én itt.